Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőt. A 20. század nagy felfordulásai mindig életösszegzésre sarkalták a művészeket. Az irodalomban ez önéletrajzok írásában jelent meg. Saját korukat igyekeztek a szerzők úgy megérteni, hogy a személyes múltjukból való emlékeket idézték fel. Ilyen I.S. Gyulának a Puszták népe, ilyen Kassák Lajosnak az Egy ember élete című önéleti írása. És ilyen a mai szerző, akiről beszélni szeretnék, Márai Sándor is, aki lényegében egész életében egy polgár vallomásait írta, különböző műfajok kipróbálásával. Naplójában 1943-ban a következőt írta. Ezt az osztályt, a magyar polgárságot, melynek életformájába beleszülettem, láttam, megismertem minden vonatkozásában, gyökeréig megvizsgáltam, és most látom szétesni az egészet. Ezt a szétesési folyamatot megírni talán életem egyetlen, igazi írói feladata. Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán, ősei szepességi szászok, cipszerek, akik második Lipóttól kapták a nemességüket, és a városi polgárságnak egyik legelőkelőbb családjának számítottak. A kis Márai Kassán és Eperjesen végezte a tanulmányait katolikus szellemiségben, de az iskola elvégzése után egy menekülési kényszert érzett, hogy azt a közeget, amiben felnőtt, Kassát és a polgári világot elhagyja, és elég kalandos pályát futott 1918-19-ben a forradalmak időszakában Pesten, még a Tanácsköztársasággal is szimpatizált, és ennek következménye az, hogy a Tanácsköztársaság bukása után Németországba kellett emigrálnia esetleges kellemetlenségek elől. Lipcsében tanult az Institut für Zeitungskundeban, tehát egy ilyen médiakutató iskolában, és tetszett neki Lipcse, és tetszett neki Németországnak a világa, mert azt a mentalitást találta, ami szülővárosára, Kassára is jellemző volt. Ő ugyanis von Haus aus hozta a polgári életstílusnak a tartalmi elemei, ezek a hűség a hagyományokhoz és az értékőrzés, de a legfontosabb talán ezek mellett a műveltség, amelynek a legnagyobb erényei a mértéktartás, amit ő egy helyen Greenwichi mértéknek nevez, a tárgyilagosság és a minőség igény. A műveltség nem az, hogy valaki pontos tervek alapján megépít egy repülőgép motort vagy egy föld alatti illemhelyet. A műveltség, hogy valaki a lelkében hordozza mindannak öntudatát, amit a keresztény világot megelőző évezredekben a görögök és a latinok, és amit a keresztény világ két évezredében az occidentális világ emberei alkottak, gondoltak, amire vágytak, amiben hittek. Mindez sűrítve, néha ködösen, mint az életértelme él lelkében, ez a műveltség. 1920 és 23 között Berlinben él feleségével, Matzner Ilonával, akit Lolának hív, fiatalon nősült Márai, és hosszú évtizedekig éltek a feleségével házasságban. Ezekben a 20-as évek első felében Németország egy izgalmas világ volt, különösen Berlin maga kozmopolitizmusával, a maga avantgárd szellemiségével. Németből Márai is sokat fordít, tervezi a Buddenbrook-ház lefordítását Thomas Manntól. 1935-ben ő az, aki a budai várban Thomas Mannnak az idegenvezetését is vállalta, és lefordítja Franz Kafkának az Átváltozás című híres elbeszélését. Írói példaképei is a németek közül kerülnek ki, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, vagy Stefan Zweig, Gerhard Hauptmann, de a franciák között is vannak kedvencei, André Gide, Roger Martin Dugard, vagy az angoloknál John Galsworthy. Filozófus példaképeket is szívesen olvas, olyanokat, akik a nyugati világ válságáról jelentetnek meg ekkoriban könyveket,
Oswald Spenglernek a Nyugatalkonya című könyvét forgatja, José Ortega y Gassetnek a Tömegek lázadása című könyve van rá nagy hatással, de olvas Schopenhauert és Nietzsche-t is. Lipcse, Weimar és Frankfurt világa az, ahol otthon érzi magát, sokáig a Frankfurter Zeitungnak a publicistája is, tárcákat ír ebbe a német labba, amely egyik írása szerint a hétfejű sárkányok erejével vigyáztak a német nyelv tisztaságára. Ez azt mutatja, hogy Márai németből is a legmagasabb szinten tudott fogalmazni, a legkiválóbb stílusban tudott írni, hogyha a Frankfurter Zeitung elfogadta az írásait. Mégis 1923-ban Párizsba költöznek feleségével, és Párizsban él 28-ig. Ekkor jelennek meg első regényei, 1927-ben írja az Istenek nyomában című közel-keleti útirajzát, ahol a kelet kultúráját és gondolkodásmódját vizsgálja, egy nagyon érdekes útirajz, szereti az útirajzok műfaját, többre is szeretnék még utalni. 1928-ban az első regény, Bébi vagy az első szerelem címen jelenik meg, majd 1931-ben az Idegen emberek, amit majd beilleszt egy nagyobb regény tetralógiájába, amiről később fogok beszélni, és 1934-ben a Sziget című regény. Az egyén elmagányosodása, elidegenedése idézi elő a személyiségválságát, aki elvesztette biztonságérzetét, mert a háború után újjászerveződő világ, intézmény és jogrendszere egyre gyanakvóbb az egyénnel szemben. Ezt Kafkától Beckettig az egész 20. század irodalma jelzi. 1935-ben jelenik meg a Válás Budán című regénye, amely egy pszichoanalitikus regény, a polgári biztonság és értékrend megrendüléséről ír egy házassági válság bemutatásán. Majd 1936-ban Napkeleti őrjárat címen ír egy úti rajzot az eltűnt polgári időnyomában a nyugati kultúrának a válságáról, majd 1941-ben Kassai őrjárat címen az eltűnt személyes múlt nyomába indul. 1942-ben adja ki Mágia című elbeszélést kötetét, az érettségén már találkozhattak ennek a kötetnek egyik novellájával, az Árva című novellával sokan, ez a szeretet működésének a kiismerhetetlenségéről szól ez a írása. Márainak az írói módszere a következő. Megtudtam, hogy ami egy emberből látszik, szavai, véleményei, cselekedetei, rokonszenvei és gyűlöletei, az még egyáltalán nem ő. Legtöbbször csak vízfénye valaminek vagy valakinek, ami megmásíthatatlan. Ezt írja az Egy polgár vallomásaiban. A külső történések Márai számára másodlagosak. A lényeg az mindig a lélekben történtek ábrázolása, és ez gyakran monológokban fejti ki, amiért bírálói sokszor kritizálták, és regényeit statikusaknak tartották. Egy állandó otthontalanság természetes állapotnak tűnt, idegrendszeren berendezkedett a veszélyérzetre, s valamilyen mesterséges fegyelemben dolgozni kezdtem. Írja az Egy polgár vallomásai című könyvének a kezdeteiről. Márai egyébként igazi magányra termett személyiség volt, aki le is írja, hogy könyvei között érzi magát legnagyobb biztonságban, és akkor van elemében, ha az olvasmányait kell kommentálnia. Emellett viszont van benne egy vándorló szellemi nyugtalanságtól üzött alkat, aki a polgári értékrendet sohasem tagadja meg, ezt hordozza magában. Ideál alakja egy szorgalmas, tehetséges és független ember. Egy helyen azt írja a naplójában, nem akarok az élet magányos, utószezon vendége lenni. Az élet története bemutatása előtt egy olyan polgári regény tetralógiáról szeretnék pár szót mondani, mely a Garrennek műve címen jelent meg, végül 1988-ban. Ez a Garrennek műve egy család története, egy család regény
trilógia vagy tetralógia, amely több regényből lett összeállítva, a Zendülők, a Féltékenyek, a Sértődöttek című regényeit kiegészítette az Idegen emberek című korábban megjelent regényével, és Sereghajtók címen még egy befejező fejezetet is hozzáírt, és ez a tetralógia végül 1988-ban jelent meg, és a Polgári világ alkonyát mutatja be egy család történetén keresztül. A Garren család rokona a Buddenbrookoknak és a Thibault-oknak. A Buddenbrook ház Thomas Mannnak a családregénye, a Thibault család pedig Roger Martin du Gard-nak a család története. A Garren család története viszont nem pusztán a polgári világnak a drámája, hanem a magyar polgári világnak a drámája, hiszen Trianon megváltoztatta a magyarországi viszonyokat gyökerestül. Garren Gábor az apa alakja, a nagy integrátor, aki a polgári örökséget, a polgári életmódot, értékrendet testesíti meg, halálával ez indul széthullásnak. Fiai vagy az önzésbe, vagy külföldre menekülnek a feladat elől, ami az örökség ápolása és folytatása lenne. Egyébként ez ellen a polgári világ ellen működik a 30-as évek végétől a félelmetes, nagybetűs hang, amely az alvilág erejét szólaltatja meg Márai szerint. Ez a nagybetűs hang, ez ízzé porrázúzza a régi polgári világot, és ez a hang, akit ő is viszonyogva hallgatott a müncheni sportpalotában, ez Adolf Hitlernek a hangja. Egyedi élményeit Márai mindig általánosítani akarja, nemzedéke életérzésének kifejezőjévé akarja tenni. A polgári élet alkonya az ő osztályának az életforma változását jelenti. A boldog békeidőknek a kassája a monarchia polgári életérzését jelentette számára, amely olyan volt egy picit, ezt is ő írja, mint a cukros, tejszínhabos Bécs. Annak mintájára élt Kassa is. A regény, tehát a Garrennek műve a polgári Európa rendjének, biztonságos nyugalmának, szilárd és megkötő hagyományrendszerének a képét adja, és ennek a végül a bukását. A hagyományos polgári otthonok világa nem a békeszigetei, az új Odüsszeuszt már nem várja Ithaka biztonságos kikötője, a háború, a forradalmak évei, majd a jelentkező hangnak a hatása felbomlasztják ezt a régi idillt. 1940-ben ennek az idillnek egy gyönyörű megfogalmazása Szimbád Hazamegy című regénye, amelyben az öreg Krúdinak az utolsó napját, Krúdi Gyulának az utolsó napját rajzolja meg Márai fikciós keretek között. A régi világban minden jobb volt, mondja Krúdi ebben a búcsúzó regényben. Ez egy bámulatos Krúdi stílus imitáció regény, ahogy Grendel Lajos írja irodalom történetében. Az öreg Krúdi őrzi a kebelében a élő géniuszt, és ebben a regényben, mintha valamelyik Krúdi hős lépne elő valamelyik regényből, az emlékezés fölé egy csodálatos mesés Magyarországnak a látomása épül, mely Magyarországnak talán nem is volt más polgára az aranyemberen és a vörös postakocsi utasain kívül, hogy ezt Sőtér István írja tanulmányában, és ez a világ, ez a történelmi Magyarország Krúdi szemei láttára is süllyedt el. A Vendégjáték Bolzánóban című regénye is 1940-es, itt Casanova alakja jelenik meg, aki Velencéből menekülőben áll meg Bolzánóban, és egy kalandja kerekedik Franciskával, a regény női főhősével, de a hírhet kalandor nem akar megállapodni, nem akar nyárspolgár filiszter lenni, ezért tovább áll, hajtja a kaland, akár az állandó magány vállalása árán is. Egy picit ez is az írói önvallomás kategóriájába tartozik. A Gyertyák csonkig égnek című talán legismertebb regénye 1942-es Márainak. Stílusa ebben a regényben nagyon markánsan tanulmányozható. Nem a történés a számára fontos, hanem az, amit értelmezni vagy elemezni akart mikroszkopikusan apró részletekben, és ennek egyik hitelesítője ez a stílus, amit használ. Azt figyeli, hogy mik az emberi cselekvés belső mozgató rugói, és a tettek okát hősei rendszerint
hatalmasra növesztett monológok formájában világítják meg. A Gyertyák Csonkigégnekben két egykori barát, Konrád és Henrik találkoznak, és 1940 egyik augusztusi éjszakáján, egy éjszakai beszélgetésben próbálják tisztázni azt a konfliktust, ami kettejük között a múltban kialakult. Ugyanis a múltban Konrád beleszeretett Henriknek, a tábornoknak a feleségébe, Krisztinába, és egy vadászaton arra is készült, hogy lelövi a férjet, de végül nem teszi meg. Ezen a beszélgetésen az a célja a két idős férfinak, hogy tisztázzák a kettejük közötti viszonyt és a nőhöz való viszonyukat, és elszámoljanak egymással. Az a nagy kérdése Henriknek, hogy Konrád hogyan jutott el a gyilkosság gondolatáig, és hogy vajon Krisztina, a feleség, tudott-e a készülő tragédiáról. Érdekes eleme a regénynek, hogy a feleség halála után a tábornok nem olvassa el a naplót, amit a feleség írt, hanem tűzbe hajítja. Tehát igyekszik diszkréten viszonyulni a nő múltjához. De azzal, hogy mindketten túlélték a nőt, akit szerettek, mindketten úgy érzik, egy kicsit elárulták Krisztinát. Érdekes párhuzam Thomas Mannnak a Buddenbrock házával, hogy ebben a történetben is a zene hozza közel egymáshoz Konrádot és Krisztinát, mint ott Thomas Buddenbrock feleségét, Gerdát, egy muzsikáló katonatiszthez. Úgy válnak el a csonkigégő gyertyák utolsó lobbanásaikor, hogy nincs megoldás. Egy dologban tudnak csak megegyezni, amit a tábornok mond búcsúzóul Konrádnak. A végén nem számít semmit a világ, csak az számít, ami a szívünkben marad. Nagy kérdés viszont, mi maradt a szívükben? A szenvedélynek az emléke, vagy az elhidegülés emléke, a hűségnek, vagy a hűtlenségnek az emléke. 1942-ben egy tárcagyűjteményt adott ki Márai Ég és Föld címen. Ebben a hazafiság kérdéséről is ír egy nagyon elgondolkodtató vélemény. A hivatalos hazában, a történelmi hazában a címeres és törvénytáras, a rendőrös és katonás, a lobogós és jelszavas hazában mindig újra egyre makacsabbul, egyre fájdalmasabb figyelemmel, kitartással, gyöngétséggel, elnézéssel kell megkeresni az igazi hazát, amely talán a nyelv, talán a gyermekkor, talán egy utca, melyet platánok szegélyeznek, talán egy kapuaj, ahol álltam valamikor, s egy dallamot hallgattam, mely az emeleti lakás nyitott ablakán át szállongott a világba, talán ez a szó esthajnal. Mindig kerestem ezt a hazát, annál makacsabb szeretettel és figyelemmel, ahogy a másik, a hivatalos és történelmi, a címeres és lobogós elfedi előlem. 1938. november 2-án egy óriási változás ígérete ért el Kassát, az első bécsi döntéssel visszatért Magyarországhoz a város is. A Féltékenyek című regényében Márai így emlékezik erre. A város példás házi rendben fogadta a változást. Ezen a renden nem tudtak pikákkal áthatolni. Ehhez a rendhez odaállítva az új rend, az idegenek rendje, melyet magukkal hoztak, mint az idegen nyelve, a másfajta álmokat és idegen jogrendszer, szemtelen és otromba rendetlenségnek tetszett. Ezekben a sorokban a cseh időszakról beszél, amikor Kassa a csehek megérkezését fogadta, amikor ugye Csehszlovákia részévé vált a város, és Kassa ehhez igyekezett alkalmazkodni, de aztán 1938-ban majd egy nagy meglepetés fogja érni a város lakóit. Erre még szeretnék később visszatérni. Márai Sándor az Egy polgár vallomásai első és második kötetét 1934-ben és 1935-ben publikálta. Sokáig gondolkodott ezen a könyvön, 7 éven keresztül készült arra, hogy elkezdje, ami a végleges, őszinte feldolgozástól mindig visszatartott, az valami nagyon naiv finnyásság, feszengés, kényelmetlenség, hogy gyermekkorom figurái ma is élő emberek, akik, ha ma keveset is tudok róluk,
mondhatatlanul kedvesek nekem, és akik talán olvasva könyvemet nem szívesen vennék, hogy felismerhető portrét festettem róluk. Emlékezés ez a vallomás sorozat, amely a korszellemmel, a tömegizléssel szemben az egyéniségnek a kialakulását, fejlődését, önmagára találását, a kétségeit és bizonyosságait rajzolja meg, némileg idealizált formában, ahogy Rónai László Márainak a monográfusa írta. Önéletrajznak is tekinthetjük, szociográfiának is, de a vallomásos nézőpont és a hangvétel végig jellemzi. Műfajközi könyv. De fikciós regényként is lehet olvasni, majdnem, hogy nevelődési, felnőtté válási regényként is, aminek a két része között a háború kitörése húz éles cezúrát. Az első kötetet a trónörökös meggyilkolásának a híre zárja, egy történelmi korszak végéről szólnak az utolsó sorok. Hadd olvassam fel az első résznek ezt az utolsó pár mondatát. Apám szivarozva üldögélt, a tornác korlátjának dőlve sújtásos házi kabátjában, és az Alispánnal beszélgetett. Fenn a forrás mellett a fogadó vendéglőjében ünnepnapi söröző kirándulóknak húzta a cigány. A mejszeni csészékkel terített anyám a hagymamintás szervizzel és a Carlsbadi üvegeivel. Nagy kalács állott az asztalon, kis kannákban tejszín, zöld levélen málna, és kristálybödönben a méz és a vaj. Asztalhoz ültünk, mikor az Alispánt elhívták a kertbe. Megyei huszár állott odalent feszes vigyázban, és levelet adott át neki. Föltépte a levelet, visszajött a tornácra, megállt a küszöbön, hallgatott, nagyon sápat volt, fekete Kossuth szakált viselt, és ebben a gyász keretben halott fehéren világított most riadt arca. Mi az Endre? Kérdezte apám, s eléje ment. Megölték a trónörököst, mondta, s idegesen legyintett. A nagy csendben a cigányzene oly közel hangzott, mintha itt a kertben játszott volna. Az asztal körül, kezükben a hagymamintás csészékkel mozdulatlanul ültek a résztvevők, valamilyen holtponton megmerevedett mozdulattal, mint egy néma játékban. Apám tekintetét követtem, tájékozatlan pillantással nézett az égre. Az ég világos kék volt, híg, nyári kék, bárányfelhő sem úszott rajta. Így írja le tehát azt a pillanatot, amikor a család értesül a trónörökös meggyilkolásáról. A második kötet pedig a vándoréveknek a felidézése, az otthontalanná vált polgár leszámol a polgárság mítosszával, a hagyományok és az életforma kiüresedését mutatja be, az, hogy a polgárság középosztályá nivellálódik, ahogy Grendel Lajos írja az irodalom történetében. Ebben a könyvében a polgár vallomásaiban kerüli a személyes kitárulkozást, mindig múltjának egy-egy tipikus alakja köré rendezi emlékfoszlányait. Például egy Stumpf György nevű házi tanító is megjelenik a regényben, aki beperelte rágalmazásért a szerzőt, ugyanis az első kötet harmadik részének a nyolcadik fejezetében őt szerinte méltatlan színben mutatja be. Ezért Márainak nem csak 2000 pengő pénzbüntetést kellett fizetnie, hanem ki kellett hagynia ezeket egyes részeket az új kiadásokból. Ez a legújabb kiadás helyreállította a 34-es, 35-ös szöveget, most a teljes eredeti szöveg már újra olvasható. A könyvben a művész és a polgár dilemmáját is körbejárja. Az első könyv a polgári etosznak a felmagasztalása, ami abból áll, hogy milyen minőség és műveltség, igény és morális tartás jellemezte azt a világot, amiből ő származott. 1949 és 50 folyamán folytatta ennek a vallomás sorozatnak a írását, de azt a részt, aminek Hallgatni akartam a címe, végül nem jelentette meg életében, levágta ezt a részt a következő szakaszról, amiről később fogok beszélni, és csak halála után jelent meg, ennek Hallgatni akartam lett a címe. Azért nem jelentette meg életében még nyugaton sem, mert azt írta, nem akarom, hogy ezt a szomorú vallomást, a magyarságnak ezt a vádiratát idegenek is olvassák.
Magyarul magyaroknak igen, de az idegen ne tudjon mindenről. Ez a harmadik rész lényegében az Anschlusszal kezdődik, 1938 márciusával, leírja a magyar társadalomnak a 30-as évekbeli készületlen állapotait, háborúra készületlen állapotait, portrét rajzol Bárdosi Lászlóról és Bethlen Istvánról, akiket kiváló embereknek tart, de Bárdosi Lászlót rossz politikusnak, Bethlent viszont nem csak kiváló emberként, hanem jó politikusként is méltatja, és ebben a történet, ebben a részben van leírva Kassa visszatérésének a személyes élménye, amiről már beszéltem, 1938. november 2-a, amikor ő maga is jelen volt a városba bevonuló magyar elitnek, így fogalmaz. 20 év után először tértem ez este szülővárosomban Nyugovóra. Otthonom már nem volt ebben a városban, és ezért a régi szállodában nyittattam szobát. Amikor éjfél felé a szálloda előcsarnokába léptem, nagy botrány fogadott. Részek fiatal tisztet karjánál fogtak, idősebb, józan vagy kevésbé italos tisztek, és csitították. Mert a részek fiatal tiszt mámoros, hazafias indulatában meg akarta pofozni a szálloda öreg portását, aki az italos hadfi szerint megsértette őt, nem köszönt tisztességgel, szemtelenül válaszolgatott, stb. Majd megtanítlak én téged demokráciára, üvöltözte, boros csuklások közepette a fiatal katonatiszt. Idősebb társai elhurcolták. A portás, akit még gyerekkoromból ismertem, a felvidéki magyar családoknak ez az öreg ismerőse, aki a cseh időkben mindvégig a régi szálloda portás fülkéjében posztján maradt, bizonyosan nem volt tiszteletlen új vendégéhez, a fiatal magyar tiszthez, de valószínű, hogy nem köszönt alázatos tisztelettel. Mert a cseh időkben megszokta, hogy az egyszerű jó estét is megteszi vendégeinél a kívánt hatást. Ez a majd megtanítlak a demokráciára, melyet az ünnepi estén a hazatért városban elrikkantott egy részeg fiatal tiszt, alaphang volt a visszacsatolt területekre akkor és később kivezényelt anyások, hazúról küldött közigazgatási és katonai egyéniségek legtöbbjének lelkében visszhangzott ez a pedagógiai fenyegetés. Az anyások, ahogy a felvidékiek, az anyaországból visszatérő, vagy az anyaországból érkező hivatalnokokat és katonatiszteket nevezték, megbotránkoztató módon viselkednek Kassán, amit Márai ilyen formában, ennek az incidensnek a leírásában mutat be, és Bethlen Istvánnak a bemutatásában is jelzi, hogy Bethlen is látta, hogy ez a világ, ami Kassára újra köszön, ez valami avittas, valami álhazafias díszletek között működik. 1972-re készült el az Egy polgár vallomásainak a záró kötete, ez a Föld, Föld című kötet, amelynek az elejéről elhagyta ezt az előbb említett Hallgatni akartam című rész. A Föld, Föld című része az Egy polgár vallomásainak, így a harmadik rész, a német megszállástól 1944. március 19-től az 1948-as emigrációba indulási való időt foglalja össze. Az emigráció évtizedeinek bemutatására viszont már Márai nem készült, már nem akart erről könyvet írni. Ebben a Föld, Föld című brilliáns vallomásban az önéletrajzi elemek mellett kitűnő kommentárokkal mutatja be, hogy hogyan változik meg Magyarországon minden 1944-ben, majd aztán 45-től 48-ig. Ki az író? Egy ember, aki egy belső erő parancsára leküzdhetetlen kényszert érez pontos szavakba önteni, és művészi formában kifejezni az igazságot. Ezt egyik tárcájában írta, és ez is jelzi, hogy azért vállalta az emigráció keservét, mert ezt az igazságot Magyarországon úgy érezte, nem tudja már kifejezni. Igazi műfaja Márainak a tárca, minden regénye ilyen tárcákban már megírt témának a kifejtése. A tárca mindig a felkészülésnek
a műfaja nála, reflektál egy jelenségre, egy eseményt értelmez, vagy bemutat egy érdekes embert, a portréját megrajzolja, boncolgat egy sorsot, egy sorsnak a titkát keresi. 1948 és 52 között Olaszországban, Nápoly mellett Posillipóban élnek, majd 1952 és 67 között New Yorkban. Itt írja a Béke Itakában című regényét, amely majd csak halála után jelenik meg, 92-ben Londonban. Nagyon érdekes könyv a Béke Itakában. Négy visszaemlékezőnek a monológia. Kirké, Penelope, Telemachos és Telegonosz emlékszik vissza a már halott Odysseusra. Odysseus, aki a regényben Ulysses-ként jelenik meg, latin nevén, egy önarckép. Márainak az önarcképének is tekinthető. Ulyssesnek a visszaemlékezők szerint emlékei mindig fontosabbak voltak, mint a mindenkori jelen, amiben élt. Telemachos azt mondja apjáról a regényben. Atyám nyugati ember volt, szerette a magányt, amelynek legfőbb megnyilatkozási alakja az egyéniség, mintha Márai magáról írná ezeket a sorokat. Ulysses néven egyébként rádiós jegyzetei is voltak Márai Sándornak a Szabad Európa Rádióban, ahol 1951-től dolgozott. 1970-ben írja meg a San Gennaro vére című regényét, amely egy Diokléciánus császár korában élt mártír püspök kultuszához kapcsolódóan egy olyan emigráns férfi tragédiáját írja meg, aki a múltját elárulva nem találja helyét idegenben, és öngyilkos lesz Nápolyban, ennek a Szent Januáriusnak az egykori városában. Ez az idegenség és otthontalanság érzés, ami a regény főhősében van, ez Márait is gyötörte. Naplójában még 1953-ban ezt írta. A napnyugati civilizáció Leonardo da Vinci műhelyében kezdődött. Lehet, hogy a General Motors műhelyében ér véget. Ez a mondat is jól jelzi, hogy például az Egyesült Államokban nem érezte jól magát, ezért 67-ben otthagyják New Yorkon, visszaköltöznek Olaszországba, Salernóba, és 67 és 79 között itt élnek. Amerikáról Márainak nem volt kedvező véleménye. Ahogy a házak ornamentika nélkül épülnek, mert a hasznossági principium lemond az ornamentika erőfeszítéséről, úgy az emberek is ornamentika nélkül valók lesznek befelé és kifelé, mert csak a hasznossági értékük számít másnak is, önmaguknak is. Igazi otthonát tehát a gyermekkori kassai élmények között találja meg, ott keresi, és a könyvek világában érzi jól magát, ahogy ezt korábban említettem is. 1970-ben ír még egy nagyon érdekes regényt, ez az Ítélet Canudosban, amely egy braziliai történet, egy 1896-97-es hadjárat Brazílián belül, amikor a brazil köztársasági kormány katonasággal veri le egy szektának az elszigetelt kis bázisát, és az ellen indított hadjáratnak, írtó hadjáratnak a leírása ez a regény. Egy érdekes, különös történet. Említettem, hogy az otthonérzés az mindig kötődött hozzá ahhoz a világhoz, ami már elmúlt, Kassához, vagy a régi német civilizációhoz. Így ír egy helyen erről. Nem akarom elhinni, hogy az a Weimar, ahol Goethe leveleit olvastam a könyvtárban, az a Berlin, ahol egyetemre jártam, és oly édes öntudatlanul múlt az ifjúság, az a Párizs és London, ahol a munka, az érzékelés, a tapasztalás, az álmodozás, az eszmélet és az ábránt fiatal éveit éltem, holnap homokzsákokkal borított hadszíntér lehet. Nem tudok elbúcsúzni Európától, melynek tájait a béke napfényében láttam még tegnap, Svájc havasait, és Bretagne tengerének vörös szikláit, csodálatos német kisvárosokat, ahol az emberi lélek aggályos öntudattal hajolt a civilizáció feladatai fölé, francia falvakat, ahol az alkony törött fénye olajfák szürke lombját és dús szőlőföldeket világított meg, Párizst, a munka, a pihenés, az érzékelés, a fürge életöröm és a bölcs megértés Párizsát, Londont, ahol az emberi akarat, szándék és felelősségérzet az emberi együttélés legtökéletesebb szerkezetét alkotta meg, látom Anglia fehér partjait, a mész sziklákat,
amint utoljára láttam a kora őszi napfény ragyogásában, érzem a tenger sós fanyar illatát, amely a szabadságra emlékeztet, látom a tavat Genf előtt, látom a Hazug és Torsz házat a tóparton, látom Württemberg és Bajor erdők barna félhomályát, látlak. Látlak, és még egyszer idézlek, Európa. Ilyen otthonosan nyugaton legfeljebb csak orosz és lengyel arisztokraták érezhették magukat a 19. században, mint márai. És a 40-es években már ő is elkezdi használni egyik tárcájában azt a nagyon híressé vált Churchillhez kapcsolt kifejezést, hogy vasfüggöny, és mára is arról ír, hogy vasfüggöny ereszkedik közénk és a nyugat közé. Valamivel korábban megfogalmazza ezt a képet, mint Churchill. Úgy gondolta, hogy Trianon után Magyarország egy bugris ország lett, mert jelentős polgári kultúrát teremtő és az azt őrző történelmi tájegységeket szakítottak le Magyarországról. Az ország 20. századi rendszereinek legaktívabb, legeredményesebb és legkiábrándítóbb embertípusának a tömegember tartotta. Azt írja, nincs silányabb, megalázóbb ellenfél, mint a proli, a bandita, aki öntevényekenyen valósít meg gaztetteket, leginkább személyesen vállalja a felelősséget. A proli soha. Csak akkor jelenik meg a történelmi színen, ha felelőtlenül, felsőbb biztatásra működhet. Ilyenkor felhúzza a parád és egyenruhát, megnyalja szája szélén, feltűri a zubbonyúját, és elégedetten, tempósan kezd munkába. Így jelent meg esztendők előtt ennek a háznak erkélyén Zöldingben. Így állhatott most ugyanazon az erkélyen vadonatúj, csukaszürke egyenruhában. Elégedetten és magabiztosan nézett le a tömegre, mint a szakember, aki végre egyéniségének és képességének megfelelő munkához jutott, és elmondhatja, Isten áldja meg a tisztes ipart. Ezek a sorok az Andrássy út 60 előtt átélt élményét fogalmazzák meg, azaz a ház, amelyiknek egyenruhájáról még 1944-ben Zöldingben, aztán 1945-től csukaszürke egyenruhában áldogálnak, először nyilasok, aztán pedig az AVH-sok, tehát a kommunisták. Mindkét társaságot gonosztevőknek tekintette, mert megfosztották a nyilasok is, és a kommunisták is az embereket a lelkiismereti szabadságuktól, a javaiktól, és aztán, ha tehették, az életüktől is. Mindenütt, ahol emberek élnek, be kell hatolni a lelkiismeret és az eszmélet titkos zugolyaiba. Meg kell semmisíteni minden gondolati, érzelmi ellenállást és kételyt. Ez a nyilasoknak, a kommunistáknak és minden totalitárius rendszer verőlegényeinek a módszere. És ezt írja ő 1975-ben a Giordano Brunóról írt Erősítő című regényében. 1979-ben visszaköltöznek az Egyesült Államokba, San Diegóba, ahol haláláig él, azért ilyen messzire, mert fogadott fia János annak közelében, Kaliforniában telepedett le a feleségével, és ide követték márai is őt a feleségével, Lolával. 1943-tól folyamatosan írja a naplóit, és ennek szerkesztett változatai Amerikában jelennek meg először. Nagyon sok mindent kihagy a megjelent kötetekből, főleg politikai eszmefuttatásokat, magánéleti intimitásokat vagy közérzeti jelentéseket. Ezeket majd halála után az Ami a naplókból kimaradt címen gyűjtik össze és adják ki. Lola 1986-ban meghalt, és ez a halál, felesége halála megrendítő hatással volt máraira. A naplóiban, ez 79-89 közötti naplókban az asszony haldoklásának leírása megrázó bejegyzésekben történik, ekkor magára marad, és mikor fogadott fia is meghalt 1989-ben, akkor már nem, 87-ben, akkor ő már úgy érzi, hogy az élete csak vegetálás, és 1989. február 21-én San Diegóban öngyilkosságot követett el. A 80-as években Acél György
a kádári kultúrpolitika fő korifeusa már szívesen látta volna Márait itthon, műveit is szerették volna kiadni, de ő nem akart, Márai nem akart egy elnyomó hatalom társ utasa lenni, nem akart egy olyan országban sikeres íróként élni, ahol megszálló szovjet csapatok állomásoznak. Nem adta el magát, ahogy az oly sok kortársa a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as évek Magyarországán, életmű sorozatokért, állami kitüntetésekért, különböző kényelmi juttatásokért cserébe. Idegenkedett a népi urbánus csatározásoktól is, ami nyugaton ugye transzparens módon jelent, meg Magyarországon még látens módon működött a Kádár korszakban. A népi íróknak a messianisztikus harmadik utas elképzeléseitől távol tartotta magát, mert a jobb és a baloldali totalitarizmusoknak táptalajának tekintette ezt a népboldogító hevületet, ami egyes népi írókban működött, és egyes népi írókat ki is szolgáltatott, vagy a jobboldal, vagy a baloldal diktatúráinak. Márai Goldschmidt Sándor Károly Henrik, hiszen a család neve a Goldschmidt volt, a szepességi cipszerek leszármazottja, a teljes magányt választotta, és így lett a régi Magyarországnak utolsó polgára. Köszönöm a figyelmet!